Vida Dezső, Jobbik Magyarországért mozgalom, Baranya megyei önkormányzati képviselője. Egy sikeres aláírásgyűjtő projekten van túl a párt. Többek között a kérdések között szerepelt a férfiak 40 év munkaviszony utáni nyugdíjba vonulása. Elég riasztó statisztikai adatokat tudott felsorolni az előbbi sajtótájékoztatón. Hát igen, sikerre zárult az aláírásgyűjtési programunk, és közel 200 ezer aláírás érkezett a standasztalokból és az interneten keresztül, és a legnagyobb sikert és a megmozdulást az emberek a 40 éves munkaviszony után férfiak is nyugdíjba vonulhassanak témakörbe értük el. Hát sajnos ennek az alátámasztását a statisztikai adatok keserű valósága bizonyítja számunkra, hiszen ezekből kitűnik, hogy minden negyedik férfitársunk sajnos elhalálozik és nem éri meg a boldog nyugdíjas éveket. Emellett még a 30 évesek várható életkora sem éri el a nyugdíjkorhatárt. Mit lehet tenni az aláírások birtokában? Hát megpróbálunk nyomást gyakorolni a kormányra, mivel 4 kérdésbe folytattunk aláírást, és én úgy gondolom, hogy ellenzékből is tematizálni tudjuk a kormány munkáját. Erre jó példa az egyik kérdéskör, melyben az ingyenes internet mindenki számára hozzáférhető válásába indítottunk el aláírásgyűjtést, és jelenleg a kormány már szintén a zászlajára tűzte, és Dajs Tamás személyével, vagy az élén beindult a propagandagépezet. Én úgy gondolom, hogy a 40 éves munkaviszony után járó nyugdíjt a férfiak is megérdemlik, és bízom benne, hogy nem csak érdemi vitára kerül sor, hanem be is fogjuk vezetni.